A városfejlesztési stratégia célja, hogy meghatározza egy település jövőképét, fejlesztési irányait. Tolnán egy széleskörű felmérés eredményét alapul véve készült el ez a koncepció tervezet. A részletes kidolgozásra még időt hagyott magának a testület, mondta Appelszofer Ágnes polgármester. Hogy ebben lesznek nevesítve azok a projektelemek, amikre várhatóan pályázni fogunk. Azt tudni kell, már többször én is elmondtam, hogy egy 4,4 milliárd forintos összeget fog kapni a város következő uniós ciklusban a TOP Plus, úgynevezett TOP Plus, vagy területi operatív program pályázati keretére. Amennyiben formailag megfelelőek lesznek a pályázatok, nagy valószínűséggel a támogatás is megérkezik rá. Ugyan van ez a 4,4 milliárdos keret, de ebből 680 millió forint körülbelül az úgynevezett soft pályázatok, amik legfőképpen programokra lesznek költhetőek. Itt nem csak rendezvényekre gondolok, hanem más egyéb programokra is. A koncepció tervben szerepel az intézmények, elsősorban a sportcsarnokok energetikai korszerűsítésének folytatása, a lovarda fűtés korszerűsítése, de helyet kapott a városi óvodák udvari játékainak felújítása is.